A mai napot egy olyan személlyel töltöttem, aki szerintem a legfontosabb számomra, és az nem más, mint én. Habár ez elég egoistán hangzik, de valójában szerintem egyáltalán nincs így. Hogyha megpróbálunk befelé figyelni, és gyakoroljuk az önszeretetet, akkor rájövünk arra, hogy végül is minden belőlünk indul ki. Az, ahogyan látjuk a világot, az mind attól függ, hogy mi van bennünk. Ha valaki boldog és elégedett önmagával, de persze mindig a jóra törekszik, az általában pozitívan látja a dolgokat. Illetve ha aktuálisan nem is a legfényesebb a helyzete és vannak problémái, de igyekszik azon javítani és formálni azt, hogy hogyan áll hozzá ezekhez a dolgokhoz. A mai saját magammal való időtöltés egy nagyon érdekes utazás volt. Amikor önmagammal töltöm el az időmet, mindig új dolgokra jövök rá, és olyan, mintha egy új oldalamat ismerném meg. Ez annyira érdekes, de gondoljatok csak bele, hogy nap mint nap arra törekszünk, hogy megértsünk másokat, és akkor hol vagyunk mi? Tehát egyértelmű szerintem, hogy arra is időt kell fordítani, hogy saját magunkat megértsük, a működésünket, az igényeinket és a szükségleteinket feltárjuk magunk előtt. Meg természetesen szükség van önreflexióra is, és átértékelni azokat a dolgokat, amiket tettünk, vagy tenni szeretnénk, hogy az milyen minőség, helye van-e az életünkbe ezeknek a dolgoknak, vagy már nincs. Mik azok az új szokások, amiket szeretnénk bevezetni, és mik azok, amiket szeretnénk elhagyni. Én nagyon sok ilyen önvizsgálatot tartok, és rájövök arra, hogy erre hatalmas nagy szükség van. Folyamatosan minden változik bennünk és körülöttünk is, de ha csak a külső dolgokra figyelünk oda, akkor nem tudjuk megérteni azt, hogy mi folyik éppen belül, odabent, a lelkünkben. És tudjátok, arra jöttem rá, hogy mindennek az alapja az, hogy soha ne hasonlítsuk magunkat senkihez. Mert mindannyian egyediek és különlegesek vagyunk, és onnantól kezdve, hogy olyanná akarunk válni, mint egy másik ember, elveszítjük az önazonosságunkat. Természetesen bizonyos személyek élete vagy viselkedése hathat ránk motiváló erőként, de ettől függetlenül nem utánozhatunk mindenkit, mert nem válunk ugyanolyanná, mint ő. Például egy tüskés növény sem tudja eldobálni a tüskéit, de ettől függetlenül lehet értékes és nagyon szép, vagy akár gyógyhatású növény is. És arra jöttem még rá, hogy szerintem minden embernek meg kellene találni azt a fajta létformát, vagy azt a kikapcsolódási lehetőséget, hogy úgy érezhesse magát, hogy egyszerűen letépte a láncait, felszabadult, és annyira boldog, hogy ez leírhatatlan. Tehát bármennyire is sok a gond és a probléma, mindig meg kell találni azt a kis keskeny ösvényt, ami kivezet onnan, és ad egy hatalmas nagy felszabadulást, egy nagyon-nagyon nagy boldogságérzést. Természetesen ez mindenkinek mást jelent, és mindenkinek meg kell találni a számára megfelelő módját ennek az egész dolognak. Jelen pillanatban nekem a magammal töltött idő az, ami olyan sokat adott az életembe, amit nem is tudok nektek elmondani. Tehát elindultam egyébként futni, és az történt, hogy egyszer csak így rám törtek olyan erős érzések, hogy meg kellett állnom, és potyogtak a könnyeim. Egyszerűen azt éreztem, hogy hálás vagyok mindenért, hogy itt lehetek a természetben, hogy úgy élhetem az életemet, ahogy élem, és hogy annyi mindent tehetek még magamért és másokért is. Nagyon sok összefüggésre jöttem rá, és azt kell, hogy mondjam, hogy tele vagyok új ötletekkel és tervekkel, és valahol ledobáltam magamról ezeket a blokkokat, amik így bennem voltak az elmúlt időszakban, és szerintem szükség van mindenkinek arra, hogy időnként így kiürítse azt a táskát, amiben cipeli a terheit. Ez teljesen egyénfüggő, hogy ezt hogyan teszed meg, viszont arra kérlek, hogy fordíts időt saját magadra, tölts időt magaddal, és próbáld meg megszeretni saját magadat. Nekem a természet közelsége és a magamba fordulás, az önmagammal töltött idő mindig egy akkora pluszt ad, hogy úgy térhetek haza,
Mint aki ledobálta magáról az összes terhet, és tele vagyok energiával, feltöltődök, és megértem azokat a problémákat, amikre mondjuk korábban nem találtam megoldást. És hát itt megsimogattam az arcomat, és elmondtam magamnak, hogy mennyire szeretem magam, és hogy örülök annak, hogy minden nap tudok fejlődni és tanulni, és hogy képes vagyok arra, hogy teszek azért, hogy jobb életem legyen, és hogy másoknak is jobb élete legyen. Szóval nagyon hálás vagyok. Itt ledobáltam a kesztyümet meg a hajpántomat, és elkészítettem az ünnepi italomat, ugyanis ma ünnepelek, és mivel a shakerem az a mosogatóban van, mert tegnap este edzés volt, ezért így jobb hián egy pohárba készítettem el a kollagénes fehérjés italomat, és egy stílusos villával kavartam meg. Szóval a mai napon van a szülinapom, de ez lényegtelen, hogyha az ember minden napját úgy éli, mintha egy ünnep lenne.